Mennyi a vízi bicikli egy órára? Fogalmam sincs. Ja, akkor ez nem napbarnított bőr? Hát nem. Kinőtte magát egy fesztiválra, ugye ez már 11. éve működik, az a neve, hogy a Muscle Beach. Berendeztünk egy ilyen szabadtéri kis edzőtermet, amit mindenki használhat, ugye az emberkék találkozhatnak azokkal a sportnak, azoknak a képviselőivel, akik magasabb szinten képviselik ezt a sportot, akár mind magyar, illetve nemzetközileg is bizony nagyon komoly emberek vannak itt, ugye találkozhatunk például a Brandon Currivel, aki Mr. Olympia is volt, ami ugye az a sportágunk csúcsa. I'm nobody, but some people say they motivated by me being here, they appreciate me being here. And I say, okay, I'm glad I came. I'm glad I'm wanted. So I really appreciate the Hungarian people for welcoming me here to Lake Balaton here. A Szátek Nutrition alapvetően a súlyzós edzés végző sportolókat szólítja meg a Make a Difference szlogenen keresztül. Arra inspiráljuk őket, hogy önmaguk legjobb változatai legyenek, és a saját pozitív példáikon keresztül inspiráljanak másokat is erre a fajta változásra. Mennyi volt végül a végső súly, amit így... 146 ismétlés. Hát ennyivel már csináltam, tehát ez volt az eddigi rekordom. Most ezt megismételtem, többre nem mentem, ugye, mert most versenydiéta, és azért nem kockáztattam. Csináltam egy tetoválást, ami a két súly között az életvonalban, mert nekem meghatározó dolog volt a sport az életemben. 17 éves voltam, amikor elkezdtem, igazából önbizalomhiányos voltam nagyon, aztán gondoltam, hogy kellene valamit csinálni. Volt egy nagyon nehéz időszakom, és azért kezdtem el a sporttal foglalkozni. Egy szakítás volt, aztán abból kellett abrálnom. Mit szeretsz ebben a sportban? Az, hogy van motivációja, van kihívása, hogy tényleg az ember, amit tesz és épít bele, az visszalátja egy idő után. Igazából, amit forgattunk ugye annó ezt a kis videót az én felkészülésemről, az lehet mondani, hogy kiteljesedett, sikerült megszereznem a profi kártyát. De a márkával is szorosabb lett a viszonyat, hiszen országszerte csomó óriás plakáton lehet téged látni. Igen, hál' Istennek úgy érzem, hogy egy kicsit a Szájtek is jobban a szárnya alá vett, és én is igyekszem hozzátenni a magam kis dolgait az egész brandhez. Ja, hiszen ne bántsatok, könyörgöm, ne bántsatok! Melyik a kedvenc Szájtek terméket? Én a dupla csokis proteinport szeretem a legjobban, és a protein szeretjük. Mi már 25 éve azzal foglalkozunk, hogy rendezvényeket szervezünk, sportolókat támogatunk, és ez a rendezvény az egyik legjobb példa arra, hogy ennek micsoda ereje van, hiszen most nincs valami jó idő, és egy strandon vagyunk, de már kígyózó sorok állnak a Power Challenge-ra. Jelent ez a gym body fogalom, hogy miért jó egyébként? Nem egyedül edzeni. Így van. Hát jó, nagyon sokat tud húzni, mikor rossz napod van. Volt olyan, amikor nem voltunk igazán. Én sem jó formámban, ő sem, de megbeszéltük, hogy menni fogunk edzeni. És olyankor nincs azt, hogy nem mond, azt mondod, hogy á, bocsi, most nem megyek. Menni kell, nincs visszaút. Milyen eredményt értél el? 160 ismétlés, az ifjú titán pedig 121. Jó elmenni edzeni minden nap, kell a testmozgás, de pár év után azért kell valami verseny. És ez minden amatőrnek ajánlani tudom, mert ez nagyon jó. Kihoztam magamból a maximumot, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Szájtek Nutrition jószívű testépítők akcióban nevetviselő társadalmi felelősségvállalási programja egy cselekvőbb, aktívabb közösségi bevonást céloz. Tulajdonképpen a programnak az a kiemelt célja, hogy tovább bontsuk a testépítőkkel kapcsolatos sztereotípiákat, megmutassuk, hogy őnek itt nem csak a bicepsük, de a szívük is nagy, és hogy az edzőtermi edzést életvitelszerűen űzők valójában felelős, szociálisan érzékeny sportemberek. Egyrészt sportrendezvényeken, sportnapokon keresztül, másrészt a közösségi média és aktivitásokon és audiovizuális tartalmakon keresztül visszük el a sport szeretetét hátrányos helyzetű fiatalokhoz, mentálisan sérült fiatalokhoz és családjaikhoz, idősekhez és rászorulókhoz. Idén a helyszíni termékértékesítésből befolyó összeget teljes mértékben jótékony célra kínáljuk föl, sőt, ezt saját forrásból kiegészítjük.
Idén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatot támogatjuk, akikkel egy több állomásos országos aktivitássorozatot dolgoztunk ki. Különböző sportrendezvényeken keresztül a márka nagyköveteink fognak elmenni vidéki helyszínekre, és integrált sportfoglalkozásokon keresztül épeket és sérülteket próbálnak összekötni és fölhívni a figyelmet az ő problémáikra. Keszthely a Nyugat-Dunántúli régió, tehát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Nyugat-Dunántúli régiójának az egyik legkisebb intézménye. Értelmi fogyatékosokkal foglalkozunk leginkább, illetve halmozottan sérültekkel és autistákkal, és hisszük, hogy a sport eszköz arra, hogy a társadalmat érzékenyítsük az értelmi fogyatékosokkal kapcsolatban. Szóljon nekik a taps, fantasztikusak vagytok! Így kell befejezni egy line-upot 72-es rajtszámmal a Kis Gergely aranyminősítési versenyzői természetesen! Miért vonzódsz ez a sportákon? Hát a munkámból kiindulva elég sokat járok konditerembe. Katona vagyok, és mondjuk egy missziós területen sok lehetőség nincs a szabadidő eltöltésre, mondjuk csak a konditerembe. Ha már csinálom, akkor legyen valami értelmi célja, és akkor így komolyabban tud foglalkozni talán vele az ember. Németh Ádám bronz minősítését veheti át a színpadon. Hogy mennyire motivált téged az, hogy itt díjaztak téged? Hát motivált, mert a balesetem miatt nem pontozhattak a sima versenyeken, és ezért itt indultam. Elmesélhet, hogy milyen baleseted volt? Igen, 2011-ben Egyiptomban fölborultunk a busszal. Kóbában voltam, egy évig majdnem feküdtem az intenzív osztályon a balesetibe, le akarták vágni a bal kezemet is, azért nem tudok teljesen fogni vele. És a sport ez mennyire segített neked a felépülésben? Nagyon sokat segített a felépülésben, megtanul a bal kezemet nem vágták le végül, fogni is jobban tudtam a súlyzók miatt, mert egyfolytában fogtam az edzés közben a súlyzókat. Szóval nagyon sokat segített szerintem. Motiválni szeretném az embereket, hogyha én meg tudtam csinálni, akkor mások is meg tudják. És hát személyedzőnek tanultam, most raktam a személyedzős képzésemet, és abba szeretném kamatoztatni a tudásomat.